Ezen a hatalmas ácshoz közeli szántón most még kukoricaterem. 3 év múlva azonban már 100 000 tonna magas nikkel tartalmú katót fog kigurulni az itt épülő kínai gyárból. A beruházás 520 milliárd forintból valósul meg. Arra már szinte senki se kapja fel a fejét, ha egy magyar miniszter minden előjel nélkül bejelenti, újabb akkumulátorgyár létesül Győr-Szentivántól Debrecenig. Az ácsiak azonban már az első pillanatban megkezdték a tiltakozást. Nyílt levelet írtak a városvezetésnek és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Sőt, csütörtökre a 8 fős önkormányzati képviselőtestületből 5-en jelentették be lemondásukat. 5 képviselő fel fog állni a 8-ból. Ilyenkor egy tisztességes polgármesternek el kell gondolkoznia, hogy jó cselekedette azzal a településsel, akint szó nélkül belevitt egy ilyen beruházásba, amitől félünk. Tehát nem mondjuk azt, hogy rossz, hanem azt mondjuk, hogy félünk, és szeretnénk bizonyítékot arra, hogy ez valóban a település érdekeit fogja képviselni. A magyar jog szerint az önkormányzati választásokat megelőző évben a közgyűlést nem lehet feloszlatni, így a testület nem lesz döntésképtelen. A helyeket a listán hátrébb lévő jelöltek veszik át. Ács polgármestere mindenáron próbálja menteni a menthetőt. Néhány nappal a hír felreppenése előtt még arról beszélt, hogy egy kerámia gyár költözik az M1-es autópálya mellé. Majd miután kiderült, hogy ez nem igaz, azt mondta, hogy a katódgyár úgy fog kinézni, mint egy kastély, és ezzel mindenki nyerni fog. Dr. Szentirmai István polgármester nemrég arra panaszkodott a közösségi médiában, hogy az emberek már nem hisznek az adott szóban. A helyieknek viszont éppen az a problémájuk, hogy nincsen adott szó. Semmit sem mondtak nekik az épülő katódgyárról, és környezeti tanulmány sem készült. Éppen ezért e-mailben és személyesen is próbáltuk keresni a városvezetőt, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, de sajnos nem jártunk sikerrel, mivel csak ma az egész hivatal nyaralni ment. A helyiek elsősorban azt nehezményezik, hogy nem volt egyeztetés a gigaberuházásról. A Kiáltunk Ácsért csoport vezetője szerint se a szennyvízvezeték, se az úthálózat nem bír el ekkora terhelést, a zaj és környezetszennyezés pedig a szomszédos Banát és Bábolnát is érinti. Most a legfontosabb kérdéseinkre várjuk a választ. Alapanyagok, technológiák. Milyen módon kívánják ennek a beruházásnak a munkaerejét megteremteni? Hiszen mindenki tudja, hogy ezen a területen a korábbi beruházásoknak köszönhetően szabad munkaerő tekintetében már nem nagyon van puffer a rendszerben. És ettől is fél a település, illetve a beruházás ellen tiltakozók egy nagy része, hogy honnan és milyen munkaerő fog erre a területre beáramlani, hogyha valóban megvalósul ez a beruházás. Márpedig 900 dolgozóra lesz szükség az új katódgyárban. Ha pedig a környékbeliek nem töltik fel a helyeket, ide is érkezhetnek a közép-ázsiai és távol-keleti segédmunkások, akár csak a Gödi Samsunghoz. Ezek a képek még februárban készültek Debrecenben. Akkor a helyiek arra panaszkodtak, hogy már az építkezés is elviselhetetlen zajjal jár, és a kínaiak elkezdték felvásárolni a környékbeli ingatlanokat. Fülöp Ferenc, a kivitelező Bamo Technology Hungary Kft. Közkapcsolati igazgatója azzal nyugtatta az ácsiakat, hogy a szomszédságukban épülő katódgyár egy hipermodern, kirakat beruházás lesz. Mindenhez megújuló energiát fognak használni, és az üzemnek nem lesz nagyobb a környezetterhelése, mint egy gyógyszergyárnak. A hatalmas titkolózást pedig azzal magyarázta, hogy az EU-s szabályok szerint addig egyetlen részletet sem szabadott elárulniuk, amíg ki nem derült, hogy hol létesül a Bamo Technology első európai gyára.